Ez egy kettős nyíltörés volt, és az első éjszaka az amputálásnak is a réme fenyegetett. Mert megmondták az orvosok, hogy lehet, hogy amputálni kell? Nem, nekem a családnak reggel, hogy ugye kettős nyíltörésre én rá felálltam. Míg ott a pályán? Hát ráálltam. Igen. És saras volt a pálya, belement a csont velőbe, de meg tudták állítani. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Ma itt lesz velem Virág Judit, a magyar műkincs piac tán legfontosabb szereplője. A nyugodt muzeológus állást hagyta ott a műkereskedelem kedvéért, holott ez a rendszerváltás idején nem számított túl egyszerű feladatnak, hiszen eladdig egy állami monopólium irányította ezt a területet. Ő mégis nem sokkal később létrehozta az ország egyik első magángalériáját, amely nem sokkal később már aukciókat vezetett, amelyeket ő személy szerint irányított, ő vezette azokat, holott sokáig ez azért elsősorban férfi műfajnak számított. Szabályosan megreformálta az aukciókat. A legutóbbi visszavonulásáig ő számított ezen műfaj legelismertebb szereplőjének Magyarországon. Párosunk másik tagja Weber György, a magyar futball egyik legszókimondóbb, legvagányabb figurája. 90-es évek Újpestjének az egyik ikonja volt, technikás játékát, szabadszájú stílusát imádta a közönség. Karrierét aztán egy brutális sérülés ketté törte. Edzőként sem az a finomkodó típus. Nyilatkozatai már legendásnak számítanak, beszólásai nyomán a magyar sport egyik legismertebb mémje lett. Jelenleg az Újpest U19-es foci csapatának edzője. Lássuk, mire menjünk ma így hárman. Azt mondta egy interjúban, hogy a futball nem zsúrpubiknak való. Kik a zsúrpubik? Sok mindent mondtam hasonló. Nagy valószínűséggel az akkor aktuális csapatom néhány tagját, mert én általában a sajátjaimat ostoroztam rendszeresen, de gyakorlatilag nyilván erős volt a fogalmazás. Elment a futball úgy a 2000-es évek óta egy olyan vonulatra, amit értettem ez alatt, tehát a... Puhányabb játékosok? Igen, olyan kislányosan, természetesen ez nem mindenkire vonatkozik, és nem mindig. Ez valószínű megint egy ilyen hirtelen, heves kiugrásom volt, mondom, egy meccs után, ami nem sikerült, de valóban ez már nem az a sport, ez az éra, amióta edző vagyok, mint az az éra, amiben játékos voltam. Ég és a föld a különbség mindenbe, és ezeket a dolgokat én elég sarkalatosan szoktam tudomására hozni leginkább a játékosaimnak, de hát ugye a mai média világban mindenki tudódik azonnal, vagy lehet, hogy ezt pont egy riportban mondtam. Ez tudatos, hogy ilyen sarkosan fogalmaz? Nem, ez jön magától. Igen? Tehát én nem tervezem meg abszolút, hogy mikor mit mondok. Sportról edző kollégák sokszor megírják a meccs utáni nyilatkozataikat. Előre? Tudok ilyenről, igen. Tud ilyen edzőről, aki előre megírja, hogy tudok. Mit fog mondani? Illetve már nem dolgoznak idősebb korosztály, de tudok. Vagy sportot űz belőle, hogy valami fantasztikusan frappánsat vagy kacifántosat mondjon, függetlenül attól, hogy mi történt a mérkőzésen. Mi van, ha pont az ellenkezője történik, mint amit mondja. Akkor is azt mondja? Is azt mondja? Hát ezt megvállalom, hogy szakmailag, meg aztán végképp mást mondanak az edzők 80%-ban, és ezt most már a mostani időszakra értem, hogy egyszerűen képtelen vagyok néha felfogni, hogy vagy nem én értek a futballhoz, vagy tényleg más történik, hogy miket szoktak nyilatkozni. Ilyenkor föl is húzza magát? Nem. Nem? Már nem. Már nem? Én egy olyan típusú ember, hogy borzasztóan hamar robbanok, és ugyanolyan pillanatok múlva már rendben is vagyok. De minek kell történnie, hogy robbanjon? Hát vagy igazságtalanságnak, vagy most mivel edző vagyok, olyannak, amit nem úgy képzeltem el esetleg. Azonnal robbanok, egy perc múlva rendben van a történet. Tehát én egy ilyen típus vagyok, sokan nem is hiszik el, hogy én utána reálisan és nyugodtan tudom tovább nézni az eseményeket. De a környezetének ezt meg kell szokni? Ez meg, az ijesztő volt? Meg kell szokni minden tekintet. Hát egyfelől a sportkörnyezetnek, és van egy családom. Hát nem, hát a feleségem ezt nem tudja megszokni. Nem tudja megszokni? Az mit jelent?
Hát, hogy ilyenkor ő robban rám, tehát nem tudja megszokni. Nagyon sokszor mondja, hogy ezt el nem tudja képzelni, hogy én így hirtelen hogy fel tudom kapni a vizet bármin. Azt viszont még mindig nem veszi észre, hogy nem akarja tudatosan, hogy egy perc múlva, amit mondottam az előbb, teljes nyugalomba vagyok képes folytatni a napi létet. És akkor ennyi idő után, házas lét után, mi tud meglepetést okozni az indulataival a feleségben? Azzal már nem, azt pontosan tudja, hogy mikor fogok robbanni. Ja, illetve, látja előre? Hát azt is látja előre, és meg most már tudja kezelni, de elfogadni nem. Ő egy más típusú. Judit versenyúszó volt, ugye? Igen. És milyen típusú úszó volt? Ugyanilyen, mint György, tehát föl tudta hergelni magát egy rossz idő eredmény, egy rossz teljesítmény miatt? Hát én azért nem úsztam olyan nagyon sokat, és pár évig úsztam csak versenyszerűen, és igazán nagy versenyekre nem jutottam el, de arra pontosan emlékszem, hogy az egyik legnagyobb versenyem, és még az időre is emlékszem, a 33-as medencében úsztunk, és pont 33 másodpercet sikerült teljesítenem, ami akkor nyilván teljesen más idők voltak, és hát ez egy gyerekverseny volt, de olyan ideges voltam, hogy cikcakba úsztam a sávomban. És akkor jött el az a pillanat, ez a kudarc, pedig esélyes voltam, és az, hogy akkor már naponta 3 edzés volt, tehát iskola előtt kellett menni, reggel 17:30, iskola után kellett menni, már akkor még ugye 1 óráig jártunk iskolába, nem egész napos volt az iskola, és még esti edzés is volt, és ez a 3, amikor így összeadódott, akkor úgy döntöttem, hogy ez mégsem nekem való. De viszont azóta is úszom rendszeresen, és... Milyen gyakran jár? Hát hetente többször. Pedig ön tipikusan ilyen versenyző típusnak gondolnám. Tehát aki ezt élvezte volna hosszú távon. Hú, nem. Nem? Nem, nem, nem. Nem szeretem a versenyhelyzeteket, nem szeretem, amikor teljesítenem kell, nem szeretem, amikor kockáztatni kell, és egy versenyzőnek ez mind benne van szerintem a lelkületében, hogy ezek a tulajdonságokkal rendelkezzen. Szóval nem, nekem ez nagyon nem volt való. A tét például nem dobja föl? Amikor versenyhelyzetbe kerülök, akkor nagyon tudok teljesíteni, de előtte majdnem elpusztulok, és utána nagyon nehezen heverem ki. Most már nem élvezetem az árveréseket, tudom, hogy nyilván arra kell kirúgadni, hogy milyen, amikor ott állok, és mindent bele kell adni. Nem én vezetem már egy éve az árveréseket, és ez iszonyú nagy megkönnyebbülés. Tehát nekem odaállni és 3 órán keresztül a maximumot kihozni magamból, a helyzetből, az egész történetből, az olyan szinten volt megterhelő már, hogy már nem kívántam. A megterhelő alatt mit kell érteni? Hát ugye ez, egyrészt ez egy nagyon nagy fizikai teljesítmény is színpadon állni, egy pulpituson állni, egy másodperc szünet nincs, minden idegszállal, minden mozdulatra figyelni kell, mindent észre kell venni, metakommunikatív jelzéseket is, közben fejbe ugye számolni, ami nem csak azt jelenti, hogy vannak licit lépcsők, tehát, hogy, mert azt már álmomban is tudom, hogy 550, 650, 700, ezeket már másra gondolok közben, de azt, hogyha közben olyanokat kell számolni, hogy valaki olyan megbízást ad, hogyha sikerült a második tételt, akkor nem szeretném már a negyediket eszköze fejbe tartani, vagy például, hogyha vételi megbízás van, ami azt jelenti, hogy valaki megmondja, hogy ezt eddig kérem, tehát negyedik tételt 220 000 forintért én szeretném megvenni, akkor úgy számolni a termet, hogy a 220 az pont rájusson, na ez az, ami retteltesen megterhelő pszichésen, szellemileg, és hát azért ott állni feltett karral, és mutogatni, levegőt alig venni, nagyon-nagyon-nagyon nagy munka. Nem gondolná talán más, de... Hát pont erre gondolt a bocsánat, hogy ez egy kulisszatitkok, hogy igen, az igen. Ember arra gondol, hogy ez olyan egyszerű, mint a bújtor filmben. Igen, mondom, számokat is dur. És igen, igen. De egyébként, amikor tudtam, hogy magával leszek itt, akkor nyilván én is mindenféleket megnéztem, és az jutott eszembe, hogy van egy nagyon-nagyon közös pont a mi szakmánkban. Tehát, hogy maga is nyilván hónapokig, évekig készül egy-egy sorsdöntő meccsre, én is hónapokig készülök egy-egy árverésre, és ott 3 óra alatt eldől, hogy én mit csináltam. És az lehet, hogy rosszul sikerül, és lehet, hogy jól, de azt már nem én tudom befolyásolni. Nagyon, igen. Annyit talán bocsásson meg, hogy helyesbitek, tehát a mi sportágunkban az a szerencse, most megint aktualitása van az olimpia miatt, hogy nálunk azért hetente jönnek a meccsek,
sőt, van, amikor heti kettő, tehát ilyen szempontból még jobb. Ez nem lenne szerencse. Igen, tehát ilyen szempontból más is, mint mondjuk egy olimpiai sportág. De hasonló, tehát az edzőről is azt gondolják, hogy csak ott állhadonászik jobbra-balra, van, aki üvölt, van, aki nem, holott abban millió egy dolog van, hát, ugyanígy, ahogy tetszett itt az egészet munka. Említeni. Ezek a kulisszatitkok. De ön ugyanúgy föl tudja húzni magát, ahogy, vagy bele tudja stenkelni magát meccs közben, ahogy Judit is mondja, az a koncentráció, tehát fölmegy a vérnyomása, fölmegy a pulzusza? Hát az enyém az végig, persze. Mennyi tehát, lehet a pulzusa? Nem tudom, hát az nincs olyan mérő. Tehát nem a pulzus, nem. Tehát én nem izgulok. Én viszont jó versenyző voltam annó, tehát sőt, tehát ez egy nagyon fontos dolog. A Zsúr Pubik itt is valahol csatlakozik, hogy nem is jó versenyzők a mostaniak. Tehát gyakorlatilag nem, én úgy élek meg minden pillanatát a mérkőzésnek, mint hogyha bent volnék a pályán. Azt például zavarja, hogy tulajdonképpen az utóbbi időszakban szinte már mém lett. A beszólásai, a színpad melletti dumái, ezek nagyon nagy népszerűségnek örvendenek. Próbáltam is az ügyvéd úrral, aki képvisel dolgokban, hogy ez vannak, akik ebből megélnek, ahogy tudom, ilyen influenmistok. Igen. Itt azért több, most tényleg milliós nézettség, néhány aranyköpésem, de hát mondtam, hogy hiszem, hát ez más történet. Nem zavar, mert nem tehát sokat nem is tudok. Akkor zavar például, ha van 3-4 best of tulajdonképpen, és azokat azért rendszeresen idegenbeli mérkőzéseken az idegenbeli szurkolók előszeretettel idézgetik, az már zavar, mert most örökre ez marad rajtam, de... Ja, egy-egy beszólását kondálja hát van három kabra. Talán, ami a best of, igen. Mi? Mondjon egyet. Hát sok fütty, tehát ez már olyan gangstazol is volna, de tehát gyakorlatilag a Pécs edzőjeként a videót ellenmérkőzés, egyébként erre hagyd térjek már, hogy érdekes dolog ez, elkezdődött a mérkőzés, tévés mérkőzés, letérdelt a kispad mellé térdvédőbe, mint a röplabdázók, egy fószer a kamerával. Még humorosan kérdeztem is, hogy fáj a térded, vagy rossz, és mondja, nem, téged foglak venni végig. De hát 5 percig tartott, amíg én arra tudtam figyelni. Az érdekes az, hogy ott hangzott el az egyik best of, ez a MB2-es baristák, na, most ezért a meccs után a Magyar Labdarúgó Szövetség megbüntetett 250.000 forintra, hogy én ezt a élőm is behallatszott. De ők küldték oda valószínűleg. Szóval érdekes dolgok ezek. Aztán van egy sajtótájékoztató, az viszi a prímet, de na, én azután másnap körülbelül 1000 SMS-t ezt azt kaptam, ami mind az volt, hogy na végre valaki, nagyon jó, kollégák, hogy köszi, mintha én mondtam volna. Tehát igazából azért a pozitívum sokkal több, csak sajnos én hajlamos vagyok néha rapper szavakat is használni ezekben a monológokban. És az... Ugyan erre, hogy ezt mondjuk visszafogja? De most már igen. Igen? Most már igen, mert most ugye második éve az utánpótlásban dolgozom, és itt az igen. Igen? Tehát a gyerekekkel, a 19 évesekkel máshogy beszél az ember? Nem. A meccs közben ezeket, tehát ezekre tényleg ügyelek, így van. Jó, hogy meccs közben ügyel, értem. Hát egyébként... Edzésen azért kiszalad ez az. Nem, itt az a furcsa, hogy nekem az edzésem, meg a taktikai érteke, meg itt ott nem nagyon volt problémám. Tehát például van az a ominózus Harsány is, ami ugye elméletileg úgy gondolják, hogy a Harsányi Zoli, akit megkritizáltam abban... Ez a pápa edzőjeként egy sajtottájékoztató. Ez a mezőkövesd. Ez a mezőkövesd, bocsánat. Igen, a puskást. Nagyon-nagyon jóban vagyunk, nem? Tehát kb. 1000-1200 embernek voltam eddig edzője, szerintem 10-15 lehet, aki negatívan, mert ilyen biztos, hogy van. Nagyon-nagyon jó viszonyt ápolok, mert van egy ilyen másik flúgom, hogy ezeket az általam nagyon kritizált játékosokat a pályán, mondjuk az irodában meg agyon védtem őket. Kaptam is ezért egyszer egy borzasztó kemény kritikát, az akkor sajnos már nem él, nem is nevezem meg, a legnagyobb magyar edző. Ők egyike volt, és borzasztóan edzőm is volt. Azt mondta, csak azért nem vagy a legmagasabb szinten, mert fordítva csinálod. Te kifele kritizálsz, az árt ajtók mögött simogatsz. Ez pont fordítva kell. És akkor mondtam, hogy bácsi, ne haragudjon, de ez nekem nem fér bele. Tehát én más.
és azt mondta, csak ezért nem leszel a legmagasabb szinten. Igaza van. Igaza van? Igaza volt, de nem is érdekel már az a rész, mert most van egy nagyon-nagyon komoly lelki megnyugvásom az utánpótlásban, úgyhogy szerintem most... Sok minden helyre került azáltal, hogy az Újpestnél dolgozhat? Ős újpestiként? Hát egy, hogy az Újpestnél, kettő, hogy megint, hogy azt tetszett mondani, már egy éve nem vezeti ezek. Na most egész más az utánpótlásban, ahol nevelünk. Nincs az, ami a felnőtteknél, hogy egy-egy rosszul sikerült meccs után az aktuális tulajdonos, akiknek egyébként 20 éve semmi közük a futballhoz, mert vagy egy politikus, vagy egy nagyon hirtelen gazdaggá vált valaki, akik pontosan kettő hét után az összes csínyát-bínyát tudják a sportágnak. Na velük viaskodni, meg elviselni azokat a dolgokat, amiket kapunk az edzők ezektől a tulajoktól. Tehát ott is tudnék idézgetni, hogy kettő év után azt mondta nekem a tulajdonos, hogy 9 éve vagyok futballcsapat tulajdonos, hát csak értek hozzá. Én megmondtam, ahhoz se értettél, ami csináltál, nem hogy ehhez. Már repültem is. Tehát ez erről szól, és ez nem hiányzik. Úgyhogy egyetlen egy esetben leszek én már csak felnőtt edző, azt meg mindenki tudja. Az az Újpest. Na, így van. Csak ezt nem mondjuk ki, mert etikátlan. Meg babonából gondolom. Nem, babon, nem vagyok babonás. Nem vagyok. Ha eljön az idő, és megadatik, ha nem, már az sem baj. Az sem baj? Az sem baj. Bármennyire is veretes az Újpest történelme 1885 óta, kettő darab ember van, aki játékosként is, és edzőként is bajnoki címet nyert Újpesten. És én szeretnék lenni a harmadik. De ez csak egy vágyálom. Illetve nem vágyálom, hanem egy... Ha majd esetleg megadatik, akkor onnantól egy komoly, komoly kihívás, hogy megfeleljek ennek az általam kitűzött célnak. Hát kiválóan sikerüljön. Köszönöm. Judit milyen főnök? Ugye azt mondja György, hogy ő kifelé kritizál, benn egy nagy burkot képez a dolgozóinak. Ön is ilyen? Nagyon szerethetik önt. Ugye egyszer azt hallottam, hogy nagyon családias a légkör. Családias a légkör, de most, hogy a galéria egyre inkább növekszik, és egyre többen vagyunk, már ez a családiasság egy kicsikét kevésbé jellemző, de hát ugye én ezt a férjemmel együtt csinálom, és mindig azt mondja nekem, hogy te vagy a úgy viselkedsz, mint egy szakszervezet is, és ha rajtad múlna, ide soha senki nem jön ebbe dolgozni. Tehát, hogy én együtt, tehát én soha nem kerülök konfliktusba velük, nem kritizálom őket. Miért? Mert nem ilyen habitusú ember vagyok. Tehát én nekem az nehéz, főnöknek lenni nehéz, tehát ez nem az én habitusomnak megfelelő. Hát ha látok valami mulasztást, akkor persze, hogy leülök és elbeszélgetünk, de én a szavam föl nem emeltem 23 év óta ebben a galériában soha, tehát a kollégáimra soha. Az volt már, hogy egy kicsikét felcsattantam egy ügyféllel, amikor már tényleg nem bírtam tovább, de hogy kollégáimmal soha, és hát én együtt ebédelek velük, mindent tudok róluk, sok mindent megbeszélünk. Nagyon fontos nekem, hogy jól érezzék magukat, nagyon fontos, hogy a munkakörülmények olyanok legyenek, amikben ők jól érzik magukat, és hát nagyon sok extra juttatás van a galériában, ami szerintem más munkahelyeken nem biztos, hogy van. Azt mondja, hogy ő nem főnök típus, jól olvasok nem, a sorokat? Igen, nem. Mi hiányzik önből, ami mondjuk egy echte, igazi, virtuális főnök? Hát például egy távolságtartás, hogy akikkel minden nap találkozom, nem tudok távolságot tartani. Nem tudom eljátszani azt, hogy én vagyok a főnök. Tehát én például nem kérek meg senkit, hogy hozz egy kávét. Az teljesen természetes, hogy én magamnak megfőzöm. Tehát hogy inkább azt akarom mondani, hogy nagyon fontos nekem, hogy demokratikus rendszerben dolgozzak, éljek, és hogy a hangulat az, hogy ne tartsanak tőlem. Tehát, hogy bármit el lehet mondani, ami nem tetszik nekik, bármilyen ötletük van. Elmondhatják a kritikájuk? Persze. Két nappal ezelőtt, azért meg is lepődtem egyébként, két nappal ezelőtt mondtam az egyik kolléganőmnek, hogy most ettől kezdve valami másképp lesz, mert közölt, hogy szerintem ez nem jó, és ez nagy zűrzavat fog okozni. Tehát, hogy azonnal visszacsatolnak, és bátran megmerik mondani, hogy mit nem, miért úgy ne legyen. De nekem nem fogadtam el, mert nem volt igaza, de elfogadtam volna, ha belátom, hogy tényleg igaza van. Nem okoz nekem nehézséget visszakozni és visszalépni, és én nekem nagyon fontos, hogy jó hangulat legyen a munkahelyen. Tehát nagyon fontos. Ez is egy szakmafőnökség, egyre inkább rájövök. Biztos, igen.
Röhögnek rajtam, szóval tudják. Röhögnek, hát igen, igen, hát főleg a lányom mondja, hogy most már professzionális módon mama. Ne így, mintha főnök lennél. Mert ugye a lányom velünk dolgozik most már 10-valahány éve. Nem hiányzik, de igaz lelkére az, hogy vezesse ezeket nem, az árveréseket? Nem, nem, nem. Esküszik. Esküszöm mindenre. Hány évig csináltad? Hát 88-tól, hát 32. 2020-ig. Volt egy konkrét pillanat, amikor azt mondta, hogy ez volt az utolsó? Nagyon régen mondom, hogy ez az utolsó, mert nem bírom tovább, és nem szeretném ezt a stresszt, mert ez tényleg... Tehát az a baj, hogy az ember mindent elkövet, hogy jól menjen az aukció. Mi szinte fél évet készülünk arra, hogy egy ilyen árverés sikeres legyen. Folyamatosan mindig a következő árverésekre. Nincs olyan sok, mert nekünk évente 3 nagy van, 2 majdnem nagy, több kisebb, de mondjuk a 3 nagy művészeti árverésre az ember hónapon keresztül készül. És tényleg mindent elkövetünk, a legjobb tudásunk szerint. És akkor elkövetkezik az aukció pillanata, és lehet, hogy hát nem igazán volt még arra példa, hogy nagyon nem sikerült volna, talán volt egy-két ilyen Titanic jellegű dolog, de hogy nem, mi nem tudjuk már befolyásolni. Tehát itt bármi lehet. Volt egy olyan téli karácsonyi árverésünk, amikor olyan hóvihar volt az aukció napján, hogy 6 óra előtt 5 perccel ott állt a teljes táv a kongresszusi központban, 1000 embert várunk, és üres volt a parkoló. Tehát amikor már nem tudom befolyásolni. És ilyenbe belehalt utána? Hát azért a kudarcot nagyon rosszul tűröm. Az nagyon. Az nagyon megvisel. Az nagyon. Az kész. Hogy idéztem van mindig az öltözőben, hogy az a csip hiányzik az agyamból, a kudarc tűrő. De nem, szerintem nem nincs olyan ember, aki azt jól tűri. Van olyan ember, aki jól tűri a kudarcot? Sajnos, most én a sport vonalán is. Pedig szerintem az a normális, hogy legalább egy napig valami, még ha nem is rajta múlt. Tehát ő nagyon rossz kedvem van. Magam alatt vagyok. Igen. Viszont doppingol. Tehát utána felszívom magam, hogy mi volt rossz, mit kell másképp, ez még egyszer ne forduljon elő, de azt akkor nagyon elkeseredem. És akkor milyen? Maga alatt van? Nagyon. Látszik, hát, tehát a közülőt is észrevesz. Igen. Meddig igen. Tart egy ilyen? Hát azért, hogyha mondjuk nagy kudarc van, de tényleg olyan nagyon nagy nem volt még eddig, de ez megvisel. Tehát napokig emésztem magam, rágom magam, rosszul alszom, fölriadok, miért nem így csináltam, miért nem úgy csináltam. György is ilyen? Tehát szinte már az egészségét is megviseli, vagy legalábbis? Hát még jól vagyok, de... Én is. Tehát gyakorlatilag igen, igen. Tehát pont azt gondolná rólam, aki nem ismer, nem, tehát amit lát esetleg a pályán, vagy magánéletben is, azért én egy bohém ember hírében állok, meg harsány. Borzasztóan megvisel a kudarc. Tehát tényleg, edzőként még jobban, játékosként könnyebben túl, nyilván fiatalabb is voltam, meg edzőként ugye rajta csattan legjobban, és igazából ezt a környezetem, tehát a családom, amikor egy egész vasárnap nem szólok senkihez. Nem szól senkihez? Vagy úgy, úgyhogy rányomja a bélyegét a kudarc. És az mindkettőjéhez szól a kérdés, az önök szerint mi múlik, hogy valakit bedarál a kudarc, még valaki megrázza magát és folytatja, nagy kudarcról beszélek nyilvánvalóan. Hát a karakter. Hát igen. Gondolom. De az tanulható, hogy az ember a kudarc tűrés, a kudarcból való felállást, azt valahogy trenírozottan, de ezt tudja oldani? Azért nem fogok tudni erre nagyon okos dolgokat mondani, mert igazi nagy kudarc ezen a pályán nem ért. Tehát vannak kis kudarcok, mondjuk egy árverésen, amikor nem veszek észre egy licitet, és leütöm, és anyáznak a nézőtéren, és utána jönnek, és szemrálnak. Nagyon rosszul viselem. Ez egy kis kudarc. Sok mindenkit hozok ezzel rossz helyzetbe, mert ugye van a képnek egy tulajdonosa, aki azért anyázik, hogy tovább mehetett volna, van egy vevő, aki lemaradt róla, van nyilván valaki, aki meg örül, mert olcsóban megkapta, de hát ilyen kudarcok azért vannak, de amikor emlékszem, hogy egy 2006-7 környékén, amikor iszonyú jól ment minden, mindenkinek minden, hát tényleg a gazdaság is, meg minden nagyon fantasztikusan ment a nagy válság előtt, és akkor nagyon könnyen ment ez a galériás dolog, könnyen jöttek a képek, jöttek a vevők, úgy hátradőltünk, és egyszer csak azt vettük észre magunkon, hogy hát a konkurencia az kezd ledarálni. Na az a pillanat, az egy nagyon nagy kudarc volt egy ilyen árverés után, és akkor ez tartott egy
pár hétig, és akkor teljes fokozatba kapcsoltunk, és azóta tulajdonképpen nem engedtük el. Tehát olyan igazi nagy kuraszról nem tudok beszélni. Hát vannak kicsik persze, de közepesek. De hogy egy árverés az megbukjon, hát ilyen még nem volt szerencsére. És nekünk ez a fokmérő. György esetén például, amikor az NB1 talán, vagy lehet, hogy a talán el is hagyhatjuk legpengésebb játékosaként, eltörték a lábát. És ott a karrierje az, hát az ketté tört szerintem. Az azért az egy kudarc. Hát a karrierem tört ketté. A lábam az egy dolog, hogy nagyon ketté tört, mert ugye az egy kettős nyíltörés volt. És az első éjszaka az amputálásnak is a réme fenyegetett. Hát megmondták az orvosok, hogy lehet, hogy amputálni kell? Nem, nekem a családnak reggel, hogy ugye kettős nyíltörésre én rá felálltam. Míg ott a pályán? Hát ráálltam. Igen. És saras volt a pálya, belement a csont velőbe, de meg tudták állítani. Tehát nem, ez nem kudarc volt, mert erről nem tehettem. Hogy, hát hogy egy tragédia. Hanem a pálya tragédia, mert ugye akkor az életem formájában futballoztam, évek óta, hál' Istennek, és nekem ez a becsúszó szerelés azon kívül, hogy ketté törte a pályafutásomat, meg tulajdonképp az egészségemet is, mert most se úgy áll a lábam, soha nem fog úgy állni már, mint ahogy születtünk, mert nem lehetett úgy összeszögelni. Bár futballoztam utána még, de mind az újpesti pályát, de ami ugye a legnagyobb tragédia nekem, ez márciusban történt, nekem akkor már aláírt szerződésem volt júniustól egy spanyol élcsapathoz. Tehát az egész karrierem csúcspontját vehette volna el, ez a becsúszás tulajdonképp. Sokat eszébe jut? Hogy mi lett volna most, ez? Mostanában, ahogy öregszem és nosztalgiázom, meg látom azt a csapatot a tévébe, amikor a Barcelona meg a Real Madrid ellen játszik. Melyik ez a csapat? Ez a Betis-Sevilla volt. Betis-Sevilla. Azzal aláírt szerződés? Igen. 98 nyarától. És akkor az egy beteljesülése lehetett volna, mert itthon mindent elértem, hál' Istennek, és erre borzasztó büszke vagyok. Ez a csúcs lett volna. Minden szempontból, tehát ne kerteljünk, tehát anyagilag is valószínűleg, hogy olyan... Én nem pont... Tehát... Elesett, vagy felrúgták, vagy... Belém. Tehát valaki tehet róla, tehát nem... Valaki. Az edző, aki kiadta az utasítást. Kiadta az utasítást? Konkrétan tudom, mert ez az öltöző. Hát nem ezt, de hogy kettős nyíltörést. Tehát ilyen nincs, hogy ilyet. Hanem az volt az utasítás. De megszoktam abban az időben, az volt, hogy állítsanak meg valahogy. És ezt kivitelezte egy ilyen rossz ütet. Tehát a támaszkod, a teljes testsúlya bal lábamon álltam a levegőben, és ide... Direkt. Jó, de direkt, persze. Az volt a diagnózis, hogy hát de, hogy nem, addig nem játszhatott az a játékos, amíg én nem. Hát jó. Illetve hát ez nagy port kavart fel akkoriban, volt ebből minden. Nem is szeretek ezzel foglalkozni. Már most egyre többet nosztalgiázom, mi lett volna ott, kint. Sportszakmailag, hogy tényleg... De az ellenőrt nem menjünk el. Az ellenfél edzőjével, én tudom, kiről van szóval, akkor ne nevesítsük, a Diós Györre játszott. Igen. Akkor az Újpest. Beszélt például erről, ha ezt tudja? Hogy én nem állok vele szóba. Nem is olyan, azt tört el a lábam, akire rá voltam bízva, de elmondták, hogy ha túljutok azon, aki fog, akkor állítsanak meg bármilyen módon. Tehát nem az volt itt kiadva, hogy törjétek el a lábát. Állítsátok meg. És ez sajnos egy ilyen kivitelű szerelés volt. Hát nem is állították ki a játékost, hanem sárgalapot kapott, aztán utána a második fél időben, mert ott utána már pokoli volt a hangulat a stadionban, egy semmiért kiállította a játékvezető, csak hogy nyugodjanak a kedélyek, de ott volt ott minden. Mindegy, túl vagyunk rajta. Az edző például fölhívta, vagy az utolsó? Hogyne, még a műtőbe. Tehát engem azonnal műtöttek, hát négyszer utána, de fölhívott a műtőbe. A Megyeri úti öltözőből, hogy a csapatod érte. Tehát egy ilyen
nem is tudom, milyen lelkesítő szöveggel. Jó, de az, aki azt a rettenetes balesetet okozta, az hogy tud utána élni, hogy a kettétől valakinek a lábát, érdeke, a karrierét, hát sem, az életét? Hát, az hát élet, az élet olyanokat, az élet olyanokat produkál, hogy a Sanyi, azóta nagyon jóban vagyunk. Valamiért Újpestre költözött, anno. Együtt végeztük el a ProLicenses, a legmagasabb edzőiskolát, tehát évfolyamtársak voltunk. Jóban vagyunk, hát én nem tudok már mit csinálni. Tehát én akkor sem, sőt, hát én voltam... Azt értem, hogy nem haragszik rá, de hogy egy ember egy ilyen lelkismerettel... Azt nem tudom, mert én soha nem okoztam ilyen sérülést, meg ez elég ritka is, de mindegy, túl vagyunk, rég volt. Soha nem haragudott rá? Nem. Nem. Ez érdekes. Nem. Tehát, hogy mások vagyunk. Én biztos, hogy átkoztam volna őt, az ellenfelet, a sorsot, az edzőt. Nem, nem. Itt mondják, tehát érdekes típus vagyok, ugye megtörtént ez a dolog, azóta már rengeteget beszélgettünk, ugye az orvosi stábban is, hogy én elkezdtem mondogatni másnap, egy nappal, hogy akkor lassan már engedjetek haza, meg kéne edzeni, azt mondták, hogy egyelőre te rokkant vagy, és lehet, hogy az is maradsz. Úgyhogy ez egy érdekes, mert ugye azóta a diagnózist bemérték, mintha 55-tel ütött volna el egy autó. Azt a mindenségét. Az volt a becsapódás. Úgyhogy, na, tehát, de ez nem kudarc volt számomra, ez egy tragédia, vagy hogy is mondjam, vagy nem tudom mi. Egy dráma. Vagy egy dráma inkább, így van. Autó. Igen, és sajnos be kell valljam így utólag, mert ott ebből aztán rengeteg konfliktusom volt az életben, mert ugye én már úgy véltem, hogy meggyógyultam, már rég játszanom kéne, a stáb az úgy vélte, hogy nem, ebből rengeteg balhé volt, és aztán az is lett a vége, hogy tulajdonképp ennek a hatására 2001-ben, nem tudom hány év csak Újpestben és az egész életem, úgy kirúgtak egy mondattal, hogy lábam nem érte a földet, és na arra haragszom örökre, arra az emberre, és azt örökre haragudni is fogok, aki kirúgatott ezért, mert nem tudtam földolgozni, hogy már én nem tudom. Tehát most már fel tudom mérni, hogy akkor már nem voltam valóban olyan állapotban, hogy azon a szinten futballozok, elmentem, levezettem 2-3 évet másodosztályú csapatokba. De ezeket ön szó szerint komolyan veszi, tehát nem áll vele szóba, tehát itt most bejönne, akkor nem biztos, hogy köszönne neki. Nem. Nagyon érdekes a sztori. Most majd lesz egyébként ebből balhé. Eleinte nem álltam szóba vele, sőt fenyegettem is. Már hogy verbálisan? Mindenhogy. Bevallom őszintén. Tehát volt olyan, hogy már az új csapatommal, annak a csapatnak, ő is edzőmeccsen, tehát egy nem jött el, kettő, én rám vigyázott két testőr, hogy oda ne menjek. Tehát minden. Mert az ellenfél kispadjára? Akkor már más csapatoknál teljesen. Utána lenyugodott a szituáció, beszélgetünk, és majd jött a, mi vagyunk utolsó újpesti bajnokcsapat, 98-ban az a generáció. Na, akkor már hangot adtam a banketton, jó állapotban azoknak a dolgoknak, de mindenki humorosra vette. Most majd fog éleződni a helyzet, tehát beszélünk, de tudja, hogy soha nem bocsájtok meg neki, nem ártok nyilván, és nem is tudnék, de soha nem bocsájtok meg neki, bejönne beszélgetni, ő azt hiszi, hogy szerintem, hogy rendben van minden, most októberben lesz egy könyv, ami erről a csapatról szól. És én ott tehát egy újpesti vezető volt, ha jól sajtom. Az edző. Az edző. A Várhidi Péter, hát vállalom én. Péter, akivel nyert bajnokságot. Hát ő nyert velünk, mert pont ezt írtam le a könyvbe, hogy semmi köze nem volt hozzá. Tehát ebből majd lesz ott olyan sértődés a könyvbemutatón, hogy alig várom. Ezeket ő élvezi, nem? Mert ő a lelkemet tette tönkre. A nagysanyja a lábamat, meg a karriámat, de ő a lelkemet, hogy onnan kirúgtak, ahol az egész életemet rátettem. Úgyhogy ez majd egy érdekes szitu lesz, de ebből nem hátrálok ki. Úgy, hogy barátilag lesz ez a történet, mert hogy is mondjam, egy ilyen kettősség, hogy nem olyan ellenségek, vagy nem, ő nem is tudja ezt szerintem. Csak, nem is tudja, hogy ő haragszik rá? Hát tudja. Csak azt hiszi, hogy már minden rendben van, sose lesz rendben. Lehet, hogy nincs igazam, de ezzel az emberrel én mindig kemény leszek. Judit, ha már itt kudarcokról beszéltünk... Lehet valami sikerről is? Tragédia, kudarc, hogy tűrjük valami...
Lesz vidámabb téma is, de azt mondta az egyik interjúban, hogy mérhetetlen, szerencsétlen, küllemű kamaszlány voltam. Így van. Rettenetesen rossz énképtudattal. Hol nyilatkoztam én ilyeneket? Nem is emlékszem. Ezt de ez egy így könyvben igaz. Nyilatkoztam. De ez így van. Így nem van. Is gondoltam volna. Ez miből fakadt? Vagy ez hogy alakult? Hát mondjuk plusz 20 kiló, ez szerintem elég sok mindent megmagyaráz. Plusz 20 kiló? Hát lehet, hogy nem volt 20, csak 18, nem tudom. Tehát, hogy nem voltam nagyon szerencsés külsejű. Hát, na, rosszul néztem ki. De erre nézvést az embernek a környezet is ad valami fajta visszajelzés, hogy az embernek annyira rossz az önképe ilyen hát nekem módon. Nagyon rossz volt az önképem, és nagyon, persze nyilván rengeteg fogyókúrát próbáltam, ezt aztán azt nem sikerült, és az érdekes az, hogy én a terhességeim alatt végigfogytam. Tehát gyakorlatilag, amikor a második gyerekem megszületett, akkor voltam a legvékonyabb, és azóta sem nagyon hisztam meg. Pont fordítva működtem, mint általában nők szoktak. És az egy ponthoz köthető, amikor az embernek megváltozik ez a fajta rossz testképe? Hát persze, hát azért a külvilág visszacsatol. Tehát az ember érzi, hogy hogy néznek rá, meg milyen hatást kelt, hogyha ide-oda-moda elmegy, belép, találkozik. Persze. És az egy időszakhoz köthető, amikor az ember hirtelen, nem is tudom, hogy fogalmaznak, megszereti saját magát, vagy elfogadja saját magát? Elkezd tetszeni saját magának? Hát nem tudom, hogy van-e olyan ember, aki nagyon tetszik magának, vagy hát teljesen van, elfogadja, van. Szerintem van, persze. Hát lehet, hogy van, én például nem ilyen vagyok, de tehát amikor az ember megbékél magával, meg úgy gondolja, hogy jó, ennyit tudok kihozni magamból, ez most már nagyjából rendben van. De az, hogy az ember teljesen elfogadja, meg belenézni a tükörbe, hú, de jól néz, na hát ezt nem is értem. Vannak ilyenek, akik annyira szeretik magukat, szerintem hogy... Szerintem nem kevesen. Nők és férfiak közt egyaránt, akik így lubickolnak, önnön maguk nagyszerűségébe. Ez azért is érdekes aspektus, azért hoztam ezt szóba, mert ez az emberek igen jelentős részénél szerintem kéz a kézben jár valamifajta önbizalom hiányjal is. Ez az ön esetében is így volt? Vagy önbizalom viszont kezdetben volt? Biztos, igen, de hát azért én... Egy nagyon sikeres pályát tudok a magaménak, tehát az élet visszaigazolt, még akkor is, hogyha folyton kételkedem magamban, és ez a mai napig így van, mert az ember szerintem akkor tud jól csinálni valamit, hogy állandóan megkérdőjelezi, hogy ez most rendben van-e, és mindig ott motoszkál bennem, hogy nem lehetne még jobban, és nem lehet hátradőlni, és biztos, hogy jól ítéltem-e meg. Tehát... A pályám, meg a sikeres galériás létem, de ezt mindig szeretném hangsúlyozni, hogy ezt nem egyedül értem el. Egyedül nem lettem volna rá képes, mert nincsenek meg bennem azok a tulajdonságok, amik egy ilyen cég felépítéséhez kellettek. Tehát ez a férjem, a Törő István, az, aki amikor elkezdtük az egészet, pont kiegészítettük egymást, tehát ő volt a menedzser, az üzletember, a kockázatvállaló, aki nyom előre, és hajt előre, és mindig van új cél, mindig van valamit, amit teljesíteni kell, nem tud veszteni. Én végül is tudok veszteni, rosszul esik, de tudok. Ő nem tud. Ő nem tud, nem. Ő nem tud. Nekem is nehéz, de én nem... Nekem nem ez a fő célkitűzésem, hogy mindenkit legyőzni, első lenni, stb. Ezért nem is voltam jó versenyző. Én nekem meg volt ugye a szakmai tudásom, a végzettségem, a kapcsolataim, mert én ebben a szakmában akkor már majdnem 10 éve dolgoztam, amikor mi összeismerkedtünk, de most nem tudom, hogy kanyarodtam ide. Igen. Önbizalom, tehát szerintem nagy önbizalommal az ember nem lehet... biztos, hogy csinál majd olyan hibát, amin elcsúszik. Tehát ilyen feneketlen önbizalommal egy szakmába gyalogolni szerintem az nem oké. Tehát a kétkedés visz előre. Kétkedés visz előre, az visz előre, hogy kívülről lássam magam, ne vegyem magam olyan fene nagyon komolyan, tehát az ember túl komolyan veszi magát, az se jó. Kívülről röhöghessek magamon, mert fú, ez most mégsem sikerült annyira, hogy szerettem volna, vagy de idétlen voltam ebbe a szituációba. Tehát, hogy ezek szerintem kellenek ahhoz, hogy az ember sikeres legyen. De azért önnek nagyon kellett legyen önbizalom. Szóval azt megcsinálni, hogy első nőként Magyarországon, dacolva minden ellenvéleménye, kiállni és azt mondani, igen. Hogy lehet, hogy ez egy férfi szakma, de én 3-at láttam külföldön, tolmácsoltam, férfi, nem, összességében az ön esetében igen, 3 ilyen árverést látott, és azt mondta, én leszek az, aki Magyarországon első nőként, ezt egymagamban meg tudom csinálni. Ehhez azért kell valami. Igen, akkor azért már sokkal jobban voltam magammal, meg
sokkal jobban elfogadtam magamat úgy, ahogy vagyok, meg a képességeimet, és egyszerűen azt éreztem, hogy ez kell nekem, tehát ez az én pályám. Akkor már műkereskedelemben dolgoztam 2 éve egy műgyűjtő galériája nevű cégnél, és ott merült ez fel, hogy árveréseket csinálunk, és ki legyen az árverés vezető, és mivel, hogy én francia szakos is voltam, és idejött egy francia árverés vezető, és én voltam a szinkron tolmácsa, és egyszerűen az olyan volt, mint egy ilyen villámcsapás. Ez az. Ez kell nekem, ezt fogom én csinálni, jól fogom csinálni, érzem, hogy megvan bennem. Részét? A kintlevés, az exhibicionizmus, igen, akkor a hatás. Azért kell, persze, az is kell hozzá, tehát kell, hát ez egy szereplés, hát ez nem lehet másképp megfogalmazni, az ember ott áll, fények, és szerepel. Meg, hogy fantasztikusan jó érzés volt, hogy az történik, amit mi mutogatunk. Tehát azért itt van egy szuggeszció is minden árverésen, és hogy az ember tényleg egy kicsit úgy érzi magát, hát nem jó hasonlat a karmester, de valami... Mégiscsak, tehát, hogy én uralom az egészet, az van, amit én csinálok, ha bármilyen probléma adódik, azt nekem abban a pillanatban meg kell tudni oldani, és hát ezért nem egyszer, nem kétszer adódnak nagyon kínos helyzetek, és izgalmas, meleg helyzetek egy-egy árverésen, és hogy én ezt fogom tudni csinálni, mert amiben mindig is nagyon jó, és azt tudtam, hogy abban nagyon jó vagyok, az a kommunikáció, tehát másokkal való kapcsolatteremtés, az nekem nagyon megy, gyorsan megy, és bárkinek a nyelvezetére és rá tudok hangolódni, szituációját át tudom lépni. Tehát, hogy van bennem egy ilyen empatikus készség, azt gondolom. És akkor igenis, akkor az asztalra csaptam. Mert akkor az akkori galéria vezető még mindenféle férfiakban gondolkodott, színészekben, Paudis Bélában például. Paudis Bélát igen, akarták? Igen, és mondtam, hogy biztos, hogy jobban meg tudom csinálni, és ott na jó, csináld. És azt hiszem, hogy bizonyítottam. Igaz, hogy az első árverésen visszafele kezdtem a liciteket mondani, tehát ahelyett, hogy növeltem volna, hát visszafele számoltam, örültek neki, de azért szóltak, hogy ez nem annyira lesz jó. Akkor megráztam magam, és onnantól kezdve tulajdonképpen azt hiszem, hogy nem rontottam el igazából semmit. Ha már önbizalomról kérdeztem Juditot, önnek hogy volt önbizalma végig a pályáján? Mi diktálta azt, hogy ennyire határozottan és nagy öntudattal lépjen fel, sokszor a saját maga vagy a csapata védelmében? Hallottam egy történetet, hogy Garami József lett az önök edzője, ön még nagyon fiatal játékos volt, és elkezdte kihagyogatni önt a csapatból. Erre bement Garami Józsefhez, aki egy nagy tekintélyű edző volt az Magyarországon, és azt mondta, hogy nem vagyok hajlandó önnel tovább dolgozni. Ezt hogy merte megcsinálni? Kezdek aggódni, hogy milyen információk. Szó szerint így volt, ajtó kimaradva, hogy a legcsinosabb öltönyömbe. Abba ment be? Igen, az is egy nagyon érdekes történet. Tehát a kérdés első fel az önbizalom. Valószínű, hát ezt örököltem, én ezt apámtól örököltem. Neki volt egy ilyen hihetetlen önbizalma, és ugye ő szeretett volna mindig egy kicsit, így ugye a család elmondál meg az egész család történetünkben egy kicsit, ő több és jobb akart lenni, mint amit a realitás az ő helyzetében. Ő mivel foglalkozott? Ő valamikor nagyon fiatalon szintén a fotballozott, de nem jutott magas szintre. Egyszer ifi válogatottságig ott a 60-as években, és tulajdonképpen ő autószerelő szakmával bírt, de egyébként autószerelő volt, és egy vállalatnál sofőr. De ő aztán a sportéletbe is bekeveredett kézilabda vonalon, de ő mindig nagyokat álmodott, de nem tudta, és szerintem én valósítottam meg, őtől örökölhettem ezt a dolgot, ez jött magától. Az is jó volt, hogy a gyerekkor, ez a 14-17 év közt nagyon nehéz időszakot éltem át sportban, folyamatosan elnyomtak, folyamatosan kicsi voltam, és mindig mondták, nagyon ügyek, de kicsi, bum, bére. És ez még dac, aztán a végén mindig győztesen kerültem ki, ha szabad ilyet mondani, de hát ez tény. És hát így egész fiatalon nem várt magasságukba tudtam emelkedni. Édesapja ezt megérhette, ezeket a nagy sikereket. Nem érhette meg, tényleg hagyjuk a tragédiát, pontosan az első felnőtt mérkőzésem hajnalán halt meg. Ez elképesztő. Az. Tehát végig kísérte, és amikor bekerültem, délután 5-kor volt a meccs, de nem szeretnék ilyen dolgokról, akkor hajnalban jött a hír egy tragikus balesetbe.
Úgyhogy nem élhette meg. Nem élhette meg, na mindegy. És akkor gyakorlatilag a garami sztori. Nem voltam én már akkor ott olyan nagyon, tehát fiatal voltam, mert 93-ról beszélünk, tehát 24 éves voltam, már válogatott voltam, bajnoki cím, kupa győzelem már Tarsolyban volt, és egy borzasztó rossz szériában voltunk, az egész klub. És jött Garami József, nagy tekintélyű, bár akkor még ő is azért a középkorú edzők táborában, Pécsről. Igen, és az volt, hogy utólag, mert ugye hál' Istennek, hogy mennyire jó ember és rendes ember voltam, mert hogy rettentő jó szakember, ennek majd később van jelentősége. Tehát jött, és rögtön azért néhányunkat beskatujázott. Szóval azért rólunk voltak hírek, hogy nekem a hosszú hajam fülbevalóm volt, Acél Zolinak ugyanaz. Azért tudták, hogy a Nagymező utcába betéve tudjuk a mérkőzések után, hogy lógrásba melyik bár, meg Moulin Rouge, ez az mennyire jó hely. És ezt a Józsi bácsi nehezen kezdte el kezelni, és sok konfliktus volt. És akkor jött egy ominózus Fradi meccs, ami egy Újpest Fradi életében mindig idegenbe persze, és én az egyik edzésem merészeltem szólni a régi beidegződés, hogy a tavalyi meccsen egy bizonyos szituációt mi úgy oldottunk meg, hogy, és akkor megállított az edzést, hogy nem te vagy itt az edző, te ne dirigáljál itt. Nem zavart be, még berakott a Fradi pályán, ott jól kivégeztek minket, és akkor ezután a következő hazai megint kiagyott, na és akkor jött ez a szépen a legszebb öltönyömet felvettem, és reggel 8-kor bekopogtam hozzá, a többi szó szerint így volt. Az is igaz, hogy fölírta a Milán akkor egy edzőcsapatát? És csak beraktam magát. Igen. A Milán akkor volt a világ legjobb csapata, minden nyert, és amikor, tehát bementem, mondtam, hogy Józsi bácsi, magával nem vagyok hajlandó tovább dolgozni, mert úgy érzem, hogy nincs igaza, szeretnék átmenni a junior öltözőbe. Hát köpnyű nyelni nem tudott, tehát valószínű az életében ilyen nem fordult elő vele addig. Nem hiszem, igen. Azt mondta, jó, menjél egy feltétellel, ha szólok, játszanod kell a felnőtt csak. Rendben. Na de itt még tetézte akkori barátom, ez az idióta, a Cél Zoli. Kijöttem, azt mondja, mit csinálsz te itt öltöny? Mondom, figyelj, fölmondtam, átmegyek a juniorba. Bement ő is, hogy ő is akkor. Na, hát őt képzavarta. Akkor írtam föl a Milán összeállítását, a posztomra magamat beírva természetesen. Ügyeltem rá, hogy lemoshatatlan filcet, tehát évekig ott volt már rég már. Na, és akkor teltek a hetek. Ennyi talán itt megint a karakter, hogy én itt nem sértődött primadonnát játszottam, hanem rákapcsoltam, és mint a megveszekedett őrült, úgy dolgoztam a junior csapatban. Megbeszéltem az edzővel, hogy vissza kell kerülni. Veszprémbe játszottunk, elvitt, elmondta a csapatnak, hogy példásan dolgoztam, berakott, nyertünk 1-0-ra, de hazafele megint megcsináltam a balhét, hogy nem a busszal mentem, hanem megint Acél Zoli barátommal, egy kabrió sportautóval, két hölgy társaságába elviharoztunk a busz mellett, és az első csárdába megálltunk. Üdítőt ittunk, de egy ilyen csacsit lehetett bérelni, ami 50 forintért így ment köl, és a Zoli ráült. Hát teljesen úgy nézett ki a jelenet, hogy ezek fél órával a meccs után már be vannak rúgva. Ez ül a csacsin, ez... Kész, megint balhé. De mindig is akkor az osztályozó volt a slusszpoén, ahol az én gólommal dőlt el, hogy maradunk első osztályúak. Olyan ünneplés volt az öltözőben, mintha bajnokságot nyertünk volna, de a közönség is 10 000 néző jött el velünk idegenbe, mert az életünk meccse volt 60-ban, hogy bent maradjunk az NB1-be. És akkor itt jött a nagy áttörés, hogy a tusolóba álltam, locsoltuk a Pezsgőt, mintha bajnoki címet szó szerint, és bejött a Józsi bácsi ruhába. Beállt a víz alá, alám, és azt mondta, figyelj ide, Gyuri, én tévedtem. Jobb kell. És még a hideg is kirász, hogy mennyire nagy dolognak tartom, tehát szenzációs volt. És onnan 3 évig, amíg még a mi edzőnk volt, elképesztő jó viszonyban, és a mai napig... Ez de jó történet. Tehát az a vége, ez tényleg ez hidegrázós. Judit, azon gondolkodtam, hogy az ön előkelősége, vagy ízlése, ízlésesség, az honnan fakad?
azt otthonról hozza, hogy meg kellett most tanulni. Most miről beszélgetünk? Az öltözködése, hogy... az ja, ízlése. Azt hittem, hogy a képekhez értek. A képek, az is akár, bármi. Ez azért valahol összenő, és azért ez hát, hát nem tudom, így a, mondjuk ugye a 60-as években, 70-es években mit lehetett otthonról hozni, mint öltözködés, mert gyakorlatilag ugye nagyjából semmit. Semmit. Úttörő áruház, Korvin áruház, divatcsarnok maximum. Tehát, hogy semmit. De a művészetekhez, irodalom, zene, képzőművészet, azt tényleg otthonról, mert hát mindig ezt a jelzőt használom, hogy egy nagyon súlyosan értelmiségi családból származom, ahol mindig nagyon-nagyon fontos volt a színházba járás, az olvasás, a műveltség, a nyelvek tanulása, a kiállításokra járás. És az mit jelent, mivel foglalkoztak a szülei? Engem az anyukám nevelt, aki egy pedagógus, de az anyukámnak olyan nevelő apáim voltak, akik ezt nagyon támogatták, tehát nem titok, hogy amikor egész kicsi voltam, akkor az anyukámnak a férje a Konrád György volt. Konrád György író. Író, igen. Akkor utána a Szekeres György, aki az Európa Kiadónak az igazgatója volt, tehát hogy nálunk olyan vendégségek voltak, olyan vendégek jöttek, akik az akkori kulturális és szellemi életnek a csúcsán éltek, mozogtak, Juhász Ferenc, Nagy László, gyerekkorában ilyen emberek lábainál ült? Igen, például Juhász Ferencékhez rendszeresen jártunk, a lánya a barátnőm volt, és a zongorájuk alatt ültünk, és hallgattuk, hogy mit csinálnak a többiek. Akkor a Szekeres György nevelőapám, aki 20 éves koromban halt meg, tehát addig volt a nevelőapám, őnek nagyon sok francia kapcsolata volt, mert részt vett a francia ellenállásban, abban a szekcióban, ahol a nemzetközi ellenállóknak volt a vezetője, aztán De Gaulle kitüntette, hogy a Légion d'honneur, ezt most nem tudom, tehát a becsületrendel. Igen, francia becsületrendel. És amikor kimentünk Franciaországba, akkor őt ott az ottani francia írók, költők, festők fogadták. Nekünk tévénk se volt, tehát csak az volt, hogy vagy olvasok, vagy elmegyek egy koncertre, vagy olvasok, vagy nyelvet tanulok, vagy olvasok. Tehát ez volt a szórakozás. És a gimnáziumban jártam, hát az is egy elit gimnázium volt, a Trefort utca, ahol azért volt követelmény bőven. Lévén, hogy azért ez egy nagyon nagy forgalmat bonyolító galéria, ez egy komoly üzletág, és annak az egyik jelese Magyarországon, azért érdekel, hogy például a pénzhez való viszony, az hogy alakult az ön esetében? Hát jó, ha van, de olyan érdekes, hogy hát azért nyilván a 70-es években, 80-es években az ember hát messze nem ilyen anyagi körülmények között élt, hát mindentre oda kellett figyelni, ki kellett számolni, és ez nem múlik el nyomtalanul. Tehát én például nem tudok bizonyos összeg felett venni magamnak semmit, mert nem esik jól. Nem esik jól. Nem esik jól. Úgy érzem, hogy nem etikus. Nekem nem etikus. Nekem ez nem fér bele. Megtehetném, de nem teszem, mert... És akkor olcsóbbat vesz? Hát nem az, hogy olcsóbbat, de tehát például én nem vagyok egy... Engem nem érdekel, hogy mi milyen márka. Tehát én nem fogok azért valamit megvenni, mert az van ráírva, hogy... Nem fog azért plusz pénzt adni, mert nem érdekel. Tehát, és nem értem. Nem értem azt a dolgot, hogy valaki hogy tud mondjuk 1 millió forint egy táskát venni. Tehát föl nem fogom. Tehát nekem a viszonyom a pénzhez, az szerintem teljesen normális maradt. Nem is volt olyan időszak, amikor az ember úgy eldobálja az agyát egy pár hétre, és akkor úgy locsolja, és azt mondja, hogy... Nem. Aki úgy nő föl, ahogy én, a szűkös anyagi körülmények között, annak szerintem ilyen nincs. Bár lehet, hogy pont az ellenkezője is van. Nem tudom. Láttam én arra is. Biztos van arra is példa. Nekem, tehát én azt hiszem, hogy józan vagyok, már ezt mondanám, hogy nagyon-nagyon józanul élek. György, az ön esetében volt olyan, amikor megszédítette mondjuk a pénz vagy a népszerűség? A pénz nem. Tehát én elszórtam. Elszórtam? Tehát én becsülettel bevallom, tehát ez mondjuk a 20 és a 30 éves korom közt a 10 év, tehát talán a 10 legszebb év. Hát egy, jól kerestünk mi is, a magyar átlagnál jobban, de messze nem, arányaiban messze nem, ami most folyik. Ez nem az irítség, hanem a realitás. Már hogy focista és az átlagember viszonylatban. A focista átlagember viszonylatban jól kerestünk, de a akkori futballisták és a mai futballisták viszonylatában köszönő viszonyban nincsen. Tehát gyakorlatilag jó lenne a mostani időszakban futballozni.
Töredékét keresték a mostaniaknak? Hát most, hogy is mondjam, számszerűsítse, hát ma itt mondhat, ma ha 5-6 ezer eurós fizetésről beszélünk első osztályban, akkor pironkodnak, hogy hát ez csak ennyi. Azt szerintem az elég jó, ez az ala. Tehát, és akkor nem is szeretnék tovább menni. És így gyakorlatilag azt gondolom, hogy ez azért, ez mondom, hogy pironkodva mondanak 5-6 ezer eurót első hogy osztály. Kell is? Hát az nagyon. Hogy addig pironkodnak, hogy kell. Igen. De a mutatott teljesítmény, hogy a tribűn, hogy mennyi ember ül fel. Tehát, de ezt nem szeretném, mert azt mondják, hogy rigyek vagyunk, vagy van. Szóval nincs rólam is érdeke. Az én időmben, amikor én, tehát én mindig azért maximálisan elégedett voltam azzal, amit kerestem, mert nem foglalkoztam vele. Tehát ez lehet, hogy hiba volt. Én igen, csak előszeretettel elszórtam. De mire szórtam? De nem, tehát pont nem ugyanígy, engem sem érdekel. De én sem vagyok egy spóroló. Én nem spórolok, tehát, nem tehát nem az, hogy most a luxus, hogy mindig volt egy jó autóm, meg volt a lakásom, 20 és 30 éves korom közt nem vágytam házra, ezt sínylettem meg, hogy most 5 éve tudtunk végre, ehhez kellett egy olyan feleség, aki a helyes útra térített, a harmadik feleségem, de most már a végső. Én is a harmadik férjemmel ének. Úgyhogy tökéletes, úgyhogy az mindig az a nyerő. Az a jó. Így van, úgyhogy én is itt a 10. házasság évfordulónk lesz decemberben, 8 éves a kisfiunk, van egy nagy lányom az előző házasságból. Tehát elszórtam nagyjából. De az mit jelent, hogy a jó helyes útra térítette? Tehát benövesztette a fejlőváját? Így van. Bizonyos értelemben. Nem mindenben, mert van, amiben nem fog, de úgy érzem, hogy most van rendben minden. Egyszer megszédített, amikor külföldre tudtam szerződni, 96-ban, és ott azért a magyar viszonyok, tehát az akkori fizetésem körülbelül 20-szorosát kerestem egyből külföldön. Izraelben volt. Igen. Ott nem, ott rendben volt, amikor hazajöttem. Az brutális volt. Tehát az ott olyan szinten, tehát... Már hogy kicsit megszédült? Tehát hogy elkezdte... Elkezdtem szó, de azt nagyon. Tehát olyan hülyeségeket csináltam, hogy azt utólag már tényleg szégyellem, hogy mi minden. Na egyet meséljen el most, mennyi idő után. Dohány utca, Champs pubból kijöttünk hajnalba, és pont a akkori kukás autó jött, szegény dolgozók, és mondtam, nem kell itt dolgozni, itt van 100 dollár, menjetek ma haza. Tehát ez, szerintem ez szép. Csak hogy utólam a szégyellem is mehet, hogy nagyképűnek is, tehát hülyeségeket, vagy által nem luxus, csak pont nem volt autóm. És Újpesten a egyik büfé előtt állt egy Volkswagen, és a büfésé volt. Mondom, mennyi adod ide? És mondta az árat, jól mondom, tessék. És nem akarta elhinni, de kipakolt, és már vittem is. De nem azért, tényleg szükségem volt autóra, csak nem biztos így kellett volna megvenni. Ebbe volt valami fajta kivagyiság? Nem. Nem? Nem, ez jött magától. Lazaság, nem? Így van. Az köszönöm, kell az életed, lazaság. Voltam, dobáltam jobbra-balra. Annyi eszem nem volt, hogy olyat vegyek, ami maradandó. Tehát azért gyorsan el tudott az is fogyni. De aztán végül is csak sikerült okosan, úgy érzem, csak befektettem végül is azt a pénzt, ami még megmaradt, úgyhogy az egy darabig biztonságot nyújtott a sport mellett. Volt, aki megkérdezte, hogy azért sok pénzt kerestél, hol van? Hát mondom, indulj el a Nagymező utca, Balcsizin, de a háromszögben ott van valahol. Az a 10 év, nem mindenki így fogadta, de természetesen azért némi túlzással. De a szombat esték azok, hogyha a szombaton volt a bajnoki meccs, azért az enyém volt. Virág Juditot, Séber Györgyöt látták, hallották. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen.